nem mindegy az, hogy milyen ruhában megyünk el kondizni. Igaz, Krisztián? Én nem tudom, mert én általában divatot szoktam. Árulkodik valamiről. De hogy miről erről beszélünk most Szalai Bencével, a személyi edzőként dolgozik. És különféle típusokat soroltak egyébként nekünk fel, hogy hogy öltözködnek föl férfiak és nők egyaránt, miről árulkodik. Hát én nem járok edzőterembe. Azt tudjuk. Viszont nagyon egyszerű. Mi járunk viszont. Mi járunk, igen. Tehát ha rossz a forma, akkor bőrruhát veszünk fel. Ha jó a forma, akkor egyre kevesebbet, egyre jobban kivágottat talán. Ugye így van mind a nők, mind hát a nőknél úgy van, hogy ha jól néz ki egy nő, akkor végülis tök mindegy, hogy mibe van, mindenféle, itt látjuk közben a képeket. Jó, de láttál már igazi jó nőt a fitness teremben, mondjuk bőrruhában, mert én... Láttam. Tényleg? Aha. De az testkép zavaros. Nem tudom, hogy milyen zavaros. Abszolút nem tudom, milyen zavaros, de leláttam. De én azt gondolom, hogy aki jó nő, az bármilyen ruhába jött le, ha éppen elfelejtette, vagy ha éppen így minden kiegészítő is stimmel, mint a képen. Na de most így bocsánat. Talán életemben háromszor voltam edzőteremben. Talán. És engem zavar például az, hogyha olyan ruhákat vennék fel, hogy látszik benne minden idomom, és megbámulnának a férfiak. Nem bámulnak meg, ez teljesen más. Ez az a baj, hogy rossz a tévét. Mindenki azt gondolja, hogy ha lemegy az edzőterem, akkor mindenki őt nézi. Cáfolj meg minket. Igazából úgy van, hogy van, aki edzeni megy. Ez egyik fele. A szerencsések. A szerencsések. Ha nő, ha férfi, őt nem érdekli, hogy ki nézi, ki nem nézi, nem viszi be a telefont, izzad, csinálja a dolgát. És van a másik fele, amiből különböző típusok vannak, ugye így összegyűjtögettük az arc, a smink, a minden, amit majd megjelenik. Aki pedig azért megy le, hogy három fotót készítsen magáról, ugye amikor taposógépen van, utána gyorsan beszalad, megcsinálja a sminkét, akkor jön a lábtávőtől a lábközelítőre, amitől csak véletlenül se izzad meg, akkor ott is csinál pár fotót, és akkor szépen ugye ezzel telik el az egész. De hát igazából itt megnézhetnénk, ugye, hát igen. De most nem mondd már, hogy mondjuk a futógépre feláll ez a lány, és igen, nem kezded el nézni. Hát nem mondjátok tehát ebben, tehát ebben a cuccban lehet, hogy feláll, de nem így fog felállni. Elmondom, mi a baj ezzel a képpel és ezzel a fotóval. Az, hogy általában akik, ugye, erősíts meg, akiket mi látunk, már egy erős sminkkel megérkezni a terembe, akkor pontosan tudjuk, hogy ő férfi vadászaton van éppen. Így van. Kiengedett hajjal, gyönyörű egyenes hajjal. Ha tehát ennek a lánynak... lehet, már úgy mozog, már oda igen, megy, már úgy csinálja igen, a terembe, hogy igen, ő nem véletlenül se edzeni jön, hanem ugye nézi, hogy kit lehet levadászni. Értem. Így van. Tehát ez egy nagyon ez egy, ez egy abszolút alap. Csak azt gondolják a nők, hogy mi ezt nem látjuk, hogy ahogy itt megérkeznek, mi éppen az aktuális céljuk. És valójában mi vadászunk. És hogyha éppen mondjuk munkából jön, és a munkában erős minket viselt, és nem mossa le, hát akkor már rögtön kihívó valaki? Egyébként igen, de miért nem mosná le, hogyha munka után megérkezik a terembe, és onnan már csak megy a férjéhez, vagy a családjához hát, haza? Nem izzad meg annyira, és akkor a férjének is szép olyan tudjon lenni. Hát igazából én is ezen az állásponton vagyok, tehát bemegy 2 perc, átveszi a ruhát, és lemegy edzeni. Nem felköti kell azt... a haját. Persze. Hát ez egy sporttevékenység, teljesen más. Nehéz az a legtöbb beszélgetni egy olyan témáról, amit nem érzett még át. De majd hát akkor átéreztem azt a részét, igen, hogy milyen rossz bemenni egy ilyen izzadságszagú, fura közegbe, ami tele van férfival, és... Milyen teremben voltál, mert azért... Bence, akkor bátorítsuk a kedves nézőket, hogy szerinted egy nőnek én vagyok az ellenlábú, hogyan kell jönni a edzőterembe, milyen ruhát viseljen, mitől féljen, mitől ne féljen. Én úgy gondolom, hogy ne féljen semmitől. Lehet, hogy amilyen teremben te voltál, az mit tudom én, milyen terem volt, de általában a fitness teremben fele férfi, fele nő, most már tényleg családanyák, gyerekek, mindenki, nem csak a gibbonok járnak, ugye, ahogy tudjuk, mert az egy teljesen más típus, hanem mindenki megtalálja ott a számítását, és nem kell ilyentől tartani, hogy ki néz, ki nem néz, abszolút le lehet jönni egy laza valamilyen shortba, egy testhez álló pólóba, ugye hajat fölkötve, olyan van, amiben jól érzed magad, az izzadságot beszívja, és akkor lehet rendesen edzeni. Beszélgettünk, beszélgettünk arról a típusról, aki a kifutóra készül, ugye? Vagy kifutóra készül, vagy férfi. Az teljesen egyértelmű, igen. Van az úgynevezett flashdance korszak, aki nem tudja. Hát igen, ő megmaradt a 80-as években leragadt, mert ugye nem tudom, hogy arról láthatunk a képet. Ott igen, itt van. Igen. Aha, na hát kérem szépen, itt az van, hogy... még ilyen bíróica. Igen. Ezek a hölgyek mondjuk 80-ban még valahogy ugye azt mondom, hogy jók voltak, 20-30 évesek, aztán most azóta eltelt azért 30 év.
Igen, tehát már nem ebben képest a... nagyon jól néznek ki egyébként. Igen. Viszont elfelejtették lecserélni a fitness ruhájukat. Találkoztatok ilyennel? Ez egy teljesen egyértelmű típus. Abszolút. És azért jó, mert hogyha mondjuk utána megpróbál, na jó, engem miért tettetek oda? Hát kérem szépen. És ez egy megfelelő ruha? Itt milyenek ezek a színek? Mi az a lila-fehér nadrág? Igen, az egy kicsit furcsa, de mi ebben az a furcsa újpestes, nem egy kicsit? Igen, Olaszország, ez egy olaszországi kép, és nagyon köszönöm a kedves kollégáknak, de megvédem magamat. Futónadrágban kardiózom természetesen, és egy teljesen normális felsőben, haskötővel, mert én izzadni szeretem. Rózsaszín illik a lilához, csak az a fekete, az valahogy olyan. És az, hogy hosszú ujjas, az nem probléma? Szerintem még nem volt annyira leszálkásítva. Igen, itt már ez más. Nagyon jó viselet. Hannibal Lecter készül. Jó, igen, tehát kellene ezek. Az egy tréning, azt gondolom, te is ismered, igazából ugye próbáltam a magaslati levegőhöz szoktatni magam, hogy minél nehezebben végezzem a gyakorlatokat. Na de itt legalább szálkás. Viszont itt azért szárazzabb. És azért látszik, hogy a cipő meg a póló, az itt a kiegészítők is illenek. Igen, nálam fontos a divat, de igen, azért látszik itt. Most már mindenkinél egyébként. Hát kivéve annak nem, ugye, aki beöltözik, mert nem számít neki. Anett, gyere velem egyszer gyúrni, légy szíves. Hogyha kiderül, hogy mondjuk tehát, hogyha tegyük fel egyszer terhes vagy, akkor nem, de ha nem leszel terhes az elközi jövőben, akkor gyere el velem még azért tréningre, jó? Még a Mádai Vivient is rá tudtam venni. Alhatok rá még párat? Igen, egyet ha vele nem mész le, akkor gyere le velem. Köszönjük. Megbeszéljük valahogy. Ez hosszú időszak lesz, ez nem annyira. Köszönöm szépen.